képviselő, és a vezető edzőket is az MTK Budapest TVTK utáni sajtótájékoztatón. Először a vendégek vezető edzőit Fernándót szeretném megkérni, hogy értékelje a csapat a teljesítményét, illetve a találkozót. First, before to all the match, I want to congratulate Jose Canta because you know, to get 300 matches in one club is to get the level of a legend. In my opinion, Canta is one of the best Hungarian players in this championship in the last 20 years. I have the luck to play him as a player, now as a coach. So, first, congratulations. After about the match, congratulations to NTK because they got a good result. In my opinion, the first half we played really bad. We missed many easy balls, and when you are competing in this level, we need to solve this situation. Also, the second half was, you know, we played more with the head than with the head, and again we missed many. I miss in the team more aggressivity, especially in the opponent box. Először is szeretne gratulálni Kanta Józsinak, 300 mérkőzést lejátszani egy klubban, szerinte óriási dolog. Egy ilyen teljesítmény után a klub legendájává válsz. Szerint az elmúlt 20 év egyik legjobb magyar játékosa. Fernándónak magad adott az a megtiszteltetés, hogy mind játékosként, most pedig mint edző tudott ellene mérkőzésen részt venni, úgyhogy szeretne neki nagyon gratulálni. A mérkőzésről annyit, hogy az első fél időben gyenge teljesítmény nyújtottunk, rengeteg labdát eladtunk, szeretne gratulálni az MTK-nak, hiszen egy nagyon jó eredményt értek el. A második fél időben azt lehet mondani, hogy egy kicsit jobb volt a játékunk, de az agresszivitás az ellenfél 16-osán belül ismételten hiányzott, és ezt hiányolta a második fél időben. Köszönöm szépen. Tamás, mennyire elégedett a csapat a teljesítményével? Mindenek előtt én is gratulálnék a Józsikának. A 300 mérkőzéséhez volt szerencsém szinte végignézni az ő pályafutását. Az ilyen pályafutások nagyon ritkák, és ő valóban így van egybe forr az MTK-val, csak ismételni vigyom a kollégámat. A mérkőzést tekintve az első 30 percben reményeim szerint sikerült meglepnünk a Diós Győr, akkor azt gondolom, hogy megérdemelten vezettünk is. Viszont azt kell, hogy mondjam, hogy ebben a mai mérkőzésben csak 30 perc játék volt benne, a további 70 perc az munkás volt. Igaz, hogy azt viszont nagy szenvedélyre tették a fiúk, és talán így egy árnyalatnyival is, de megérdemeltük a sikert annak ellenére, hogy a Diós Győr mezőnyben fölénk nőtt ebben a 70 percben. Köszönöm szépen. Van esetleg valakinek kérdése? Vagy inkább 60 percben, bocsánat, mert a első 30 perc, 60 az 90. Egy igaz, bocsánat, így van. Így van. Ezt a hát mondjuk 94 perc, de így igaz. Köszönöm, Babiak Bence a nézeti sportolás, mint a Ujjanszki Tamásról kérdezném, hogy nyilván a csapat az első, de azért vezető edzőként mennyire könnyebbült meg, hogy megvan az első győzelem az MTK is padján. Hát természetesen minden győzelemnek örül az ember, különösen, hogyha a leeső osztályban ez az első, de én is azt gondolom, hogy ennek még ma örülünk, és aztán utána a következő mérkőzésre fog készülni, eddig is így dolgoztam, most senki nem fog rajta változtatni. Szerintem még a Császki Tamástól kérdezni, hogy most mennyi időnek kell érzése szerint eltelnie, hogy ez a 30 perc a klubban ez tolódjon, és egyre több legyen a klubban, és egyre kevesebb a munka. Nem a saját csapatommal volt a baj, a Diós Győr megtalálta azokat a pozíciókat, amiről fölém tudott nőni. Tehát nem kondicionális kérdés volt, hanem egyszerűen a Diós Győr jó pozícióba helyezte a játékosait, és erre nem nagyon tudtunk reagálni. Az előző meccshez képest változtattál a kapuban, mi volt az oka? Hát majd azt gondolom, hogy minden poszt verseny a játékosok között. Az előző mérkőzése sajnos az Artyomnak nem úgy sikerült, és miután van egy második számú portásunk is, aki pedig azért dolgozik, hogy megkapja a lehetőséget, úgy gondoltam, hogy erre a mérkőzésre változtatom. További kérdés esetleg még van? Fernando Fernández, a Győzelmi Vasárnap a Bavia Bence sportoló meglátása szerint
mi volt azok, hogy a második fél időben legyen a partnernek volna, de igazán nagy zicser volt helyzetet, nem tudtak kidolgozni az MTK-t a hülyet. In my opinion, we neither play good much in the second half. The second half we had the ball, but to play well you need to do more things. If you count the shoot, we almost didn't shoot the target. So in my opinion, the first two thumb of the game we play well in the build-up and also in the creation thumb, but in the finishing we need to work harder. We need to work more, we need to give more tools to the player because in this case it's not enough. Ugye Zsuzsa második fél időben se játszottunk jól, tehát neki kompletten nem tetszett az egész meccs. Annyi tény és való, hogy a második fél időben többet volt nálunk a labda, többet birtokoltuk, de úgy érzi, hogy a védő harmadba labdába és a középső harmadba talán jobb teljesítményt nyújtottunk, de a támadó harmadba ott nem döntöttünk jól, nem voltak jó megoldásaink. Keveset lőttünk kapul, ugye, amit te is említettél, vagy szinte statisztikailag tényleg nem volt megfelelő ez a teljesítmény, és úgy érzi, hogy egy dolog úgy lehet csak ezt fejleszteni, hogy munka, és ezekre a dolgokra koncentrálni és rá fókuszálni, hogy ezekbe javuljunk. Szintén Fernando, ezt több kérdezni, bár vereséget szenvedtek, de eltelt egy újabb forduló, úgyhogy továbbra is bemaradás élő helyen állnak. Most mondhatjuk, hogy a vereség ellenére egy fordulóval közel kezdtek a céljukhoz. A good reading of the situation, but of course when you lose, I am not satisfied. Of course we have now seven matches to go. We are 2 points after the relegation. I told the first day when we start the pre-season, our target is to stay in first division, and my personal target is to get earlier than the last two seasons. Of course, we know that we need to work a lot. Now we need to, you know, to. I have totally confidence and trust in my players. Now we need to prepare in the best way the next match against Haladas. Will be a difficult match for us because Haladas is getting good result in the last period, the same than us. Probably we have the problem now in the away matches. We need to find the solution, of course, because I don't care if we play at home or away. We need to get points, especially in this situation. My feeling is that today we miss a great chance to make higher the distance against the relegation form. Nagyon jól olvasod a szituációt, valóban ez történt, hogy egy forduló eltelt és 2 ponttal a vonal fölött vagyunk, de ettől függetlenül ez így alakult, abszolút nem elégedett, hiszen vereséget szenvedett a csapat, és nem lehet ezzel elégedett, hogy a vonal fölött maradtunk. 7 mérkőzés van, rengeteget kell dolgozni, erre a 7 mérkőzésre kell fókuszálni. Valóban, amit említette, ugye a felkészülés előtt is elmondta, hogy a célunk az, hogy megőrizzük az első osztályú tagságunkat, tudja, hogy ehhez sok munka szükséges, de neki van egy személyes célja, ami pedig az, hogy hamarabb érjük el a bemaradást, mint az elmúlt 2 évben. Innentől kezdve haladás meccsre fókuszálva megpróbálja a csapatot a legjobban felkészíteni egy jó haladás ellen, akik szintén hasonlóan a mi teljesítményünkhöz hazai pályán érnek el jó eredményt, idegenben nekik is vannak problémájuk. A mai mérkőzésről és erről a lehetőségről annyit, hogy egy nagyon jó esélyt szavaztottunk el arra, hogy távolodjunk a kieső zónától. Mi valakinek esetleg van kérdése? Gratulálok a győzelemhez, és meglepett a taktika, de nagyon bevált ez a 3 középső védős játék, ő a Pinternél, aki lépett a középpályára, és az is váratlan húzás volt, hogy 2 centerrel játszottunk. Mondjuk a szélső játékot feladtuk, de nagyon bevált Gerának a center játéka. A továbbiakban is hasonlóan kísérletezünk, vagy pedig visszatérünk a 2 szélső játékra, esetleg oda mellettétel függ. Másik egy kérdésem, a Lencse Laci nem volt a keretbe sérült, vagy pedig a formában? Az első kérdésre speciálisan a Diós Győrre készültünk ezzel a hadrenddel. Az nem azt jelenti, hogy ezt ki fogjuk dobni, de szeretnék a csapattal úgy is dolgozni, hogy másik felállási formák is legyen, hiszen nem mindig ül ez. Most a Diós Győrre ült, mert nagyon sok 1-1-et, vagy 2-1-et lehetett kialakítani. Ettől függetlenül azt kell, hogy mondjam még egyszer, hogy
Diós Győr a hadrendünk ellenére jobban játszott a mezőnybe, de ők előrébb is tartanak akár ebben a felállási formában is. A másik kérdés, a Lencse Laci az egész héten sérült volt, egy edzéssel volt, és végül is úgy döntöttem, hogy nem nevezem emiatt, hiszen csak egy edzése volt, már játékra jelentkezett, de én döntöttem ebben a kérdésben, hogy nem neveztem a Lacit. Még egyet kérdeznék, hogy nagyon örülök, hogy ki voltál a U19 meccsen, ha bár jobb lett volna, ez kiadott. Az elődöttnél én ezt hiányoltam, hogy nem járt utánpótlás meccsekre, és a kölcsönjátékosokat sem néztem meg, hogy nálad ez biztos, hogy nem így lesz. Hát én azt gondolom, hogy valakit pihentett egy ilyen mérkőzés előtt, ha mérkőzésre jár, én ez a kategória vagyok, megnézem a játékosokat, amikor csak tehetem, de ez attól függ, hogy milyen idegi fáradtsága van az embernek egy mérkőzés előtt, mert azért nekünk délután van a fő program, tehát ez ettől fog függni. Bocsánat, nekem még lenne Beresz Csaba Észak-Magyarországon Fernandótól szeretném kérdezni, ez nem olyan érdekes kérdés, de mégis azért feltűnt nekem, hogy mindössze 6-an ültek a cserepadon, mi ennek az oka? The reason was that Tommy Gehringer have a problem with his belly, his stomach, and he couldn't play. He traveled, but cannot play. So it's no reason to stay in the bench. He cannot play. So the situation that it happened in human people. So at the end, it was a luck situation because in the bench we have only 3 strikers and 1 defender, and also 1 midfielder that would bring to 2. To create more chance at the end, we put many strikers in the pitch, but some of them in midfielder situation. Nagyon egyszerű a helyzet, Gehringer Tomi lett volna a keretbe, úgy el is utazott a csapattal, itt volt. Egy gyomor probléma jelentkezett neki a mérkőzés előtt, emberek vagyunk, sajnos ilyen előfordul. Valóban így ugye kevesebb középes volt a kispadon, ugye a Tomival 2 lett volna. Így próbált csatárokat bevetni más posztokon, középpályás feladatokkal, de öngyi, tehát ez a történet. Jó, én azt hittem, hogy Karán a megoldó képet ad, akkor meg kell kérdezem, hogy hol volt Karán. Karán, in this week he has some small problem in the like in the soft celiac, so we thought that we can get ready for the match, but finally yesterday in the training he didn't feel comfortable, so in my opinion, this kind of match we need to use players when they are 100% because we are fighting for the target, and in this situation also Christoph is doing well. So the different line, in my opinion, we have many players to play in this position. Karan is really important for us, but Christoph again made a really good job. Sok játékosunk van ugye a védőcsapat részben, vagy sok védőnk van. Ugye Polgár szerintem a jó teljesítmény nyújtott, Karánnak egy izom problémája volt, úgy nézett ki, hogy rendelkezésre állt a meccsen, de a tegnapi edzésen nem érezte teljesen 100%-osnak magát, és úgy érzi, hogy ilyen mérkőzésekre csak olyan játékosokat tud nevezni, akik valóban 100%-os állapotban vannak, de szerintem a védelemben, akik pályára léptek, vagy a védelmünk vannak, ők megfelelő versenyhelyzetet jelentenek, vagy megfelelő mennyiséget képviselnek. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a részvételt, további interjúkat, amit szerintem tudtok csinálni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen.